Az első világháborúban elesett magyar katonák tiszteletére avattak emlékművet Palágykomorócon. A kedvezőtlen időjárás ellenére sokan összegyűltek, hogy együtt emlékezzenek ebben a magyar faluban. Közöttük voltak a háborúban elhunyt honvédek leszármazottai is. 3 hete édesapukám meghalt, és felkértek, hogy jöjjek el erre a megemlékezésre. Kímélve fáradtságot vettem, eljöttem, letegyem megkoszorúzzam a hozzátartozómat az édes apámnak, nem mondjuk rám, nagyapámnak a testvérje volt az elesett. Palágykomorócon nem ez az egy első világháborús emlékjel található. 2 évvel ezelőtt a helyi KMKS közben járásával felújították és újraavatták Vitéz Takács Lajos sírhelyét. Akkor fogalmazódott meg a mostani emlékjel felállításának gondolata is. 2014. október 5-én a felújított Vitéz Takács Lajos sírjánál merült fel az a gondolat, hogy nem csak egyedüli elesett a Vitéz Takács Lajos, hanem ezen kívül még több palágykomoróci hősei vannak az első világháborúnak. Kis Béla tanár úr akkor felajánlotta a segítségét, hogy ő közben jár a nevek felkutatására, és a Honvédelmi Minisztériumba sikerült ezt neki. 2 év kellett ahhoz, hogy ezek a nevek így pontosan, és így a mai nap, amit látunk, fölkerültek erre az első világháborús emlékműre. A nevek összegyűjtését Kis Béla, egykori palágykomoróci lakos végezte. Kitartó kutató munkájának eredménye az emlékművön található 15 elesett katona neve. A Magyar Honvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatok és háborús kegyeleti főosztályának segítségével sikerült fellelnie 7 fronton megsebesült és hadikórházban elhunyt palágykomoróci honvéd adatait. Nehezebb volt az azonosításuk azoknak a honvédeknek, akik harctéren estek el, hiszen ezeknek a honvédeknek a kilétét bécsi levéltárok anyagai őrzik, és sajnos a mai napon a kutatás még nem tartott, hogy minden elesett és tömegsírban nyugvó honvéd adataira rá tudjunk keresni. Így fordultam én körülbelül 2 évvel ezelőtt a községünk akkori legidősebb lakójához, Urbán Lajoshoz, aki készségesen állt rendelkezésre, és segített további 7 palágy, illetve komoróci honvéd nevét azonosítani. Az avatás koszorúzással zárult. A résztvevők elhelyezték koszorúikat a helyi egyházak képviselői által megáldott és megszentelt emlékműnél. A 2017-ben a felvételizők összesen 7 felvételi kérelmet nyújthatnak be legfeljebb 3 szakirányban a különböző felsőoktatási intézményekbe. Jövőre ezáltal fele annyi helyre jelentkezhetnek, mint az idei évben. A 2016-17-es tanév végén, hasonlóan az eddigi évekhez, a külső független tesztelés eredménye alapján nyújthatják be a diákok a jelentkezésüket a felsőoktatási intézménybe. Az ukrán nyelv és irodalom külső független teszt kötelező marad mindenki számára. A másik 2 kötelező független tesztvizsgát a felsőoktatási intézmény határozza meg. A második szakiránynak megfelelően lehet matematika, ukrajna története vagy biológia. A harmadik tesztvizsgáról a felsőoktatási intézmény dönt. 2017-ben a Krím és Donbász felvételizői külön kvótarendszerben felvételizhetnek. Ők is a kedvezményezett kategóriához fognak tartozni, csak úgy, mint a rokkantak, az árvák vagy a terrorelhárítási műveletekben résztvevő személyek.